Komplex rehabilitációs terápiás központot hoztak létre a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetben. Az új Széchenyi terv keretében megvalósuló beruházás értéke több mint 500 000 forint. A 60-i kórházban, illetve a hozzátartozó aszódi rendelőintézetben számos galgamenti beteget is kezelnek. Gödöllői szobránál emlékeztek meg a 106 évvel ezelőtt született Vas Albertről, munkásságáról január 10-én. A gödöllői református líceum diákjai műsorral hajtottak fejet az író személye és szellemisége előtt. Ismét megrendezik az általános iskolásoknak a szavaló verseny Zsámbokon. A megmérettetést a liliumok.hu közössége közösen szervezi a Vas Albert hagyaték közösséggel. Immár hagyomány, hogy karácsonyi koncertet adnak a gödöllői Erkel Ferenc általános iskola diákjai. Így volt ez pár hete is. A református templomban adtak számot tudásukról az ének zenetagozatosok, illetve a zenét szerető tanulók.